Kedves vendégeink, tisztelt hölgyeim és uraim, folytatódjon a műsor. Estünk második részében elsőként az idén 70. születésnapját ünneplő Temesi Ferenc Kossuth-díjas írót, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagját köszöntjük. Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig! Az emberiségnél tágabb dimenziókban is gondolkodott, és így jutott vissza az emberiséghez, a magyarsághoz és a személyiséghez. Szemléletében meghatározóvá vált az időtényező. Az idő folyamán felfedezte azokat az értékeket, amelyek legalábbis az emberiség számára időtlenek. Írt a Bartók regénye hőséről Vasi Géza irodalomtörténész, és bizony ezek a megállapítások magára, Temesi Ferencre is érvényesek. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk együtt is ünnepli a születésnapját. Most hallgassuk meg a következő percekben a Mérettségi Vizsla című humoros monológiát kedves kollégám Takács Bence, MMA ösztöndíjas versmondó tolmácsolásában. Mérettségi vizsla. Most, hogy már darab időre vége mindenféle vizsgáknak, eszembe jut a saját nyomorúságom. Miként vágytam arra, hogy egyszer én kérdezzek. Csak tanárjelöltként tettem pár hónapig. Életem egyetlen egyesét máig bánom. Egy másodikos bombázót kellett feleltetnem a saját egykori gimimben. Az első padban ült, keresztbe tett hosszú combokkal, miniszoknyában. Talán még azt is számolhatta, hogy hányszor nézek én oda. Esélyt se adott, mert segítsége megtűzdelt kérdezősködésemre nem válaszolt. Az utolsó kérdésem egy kérés volt. Mondd azt, hogy szerelmes vagy. Egy joghallgató cimborámmal járt. Vagy tegnap randid volt, hogy fájt a fejed, de találj már valami mentséget. Miért nem készültél? Egy hangot sem adott ki. Ülj le. Egyes. Mondta a tanítványai által Beethovennek hívott tanár belőlem, hiszen akkor még volt hajam. Ha ezt nem teszem, az összes többi jegyem nem ért volna semmit. A napokban írt egy üzenetet a neten, hogy bárcsak adnék még egyet. Innen jutott eszembe ez a sztori. Végül is egy mondat miatt nem lettem tanár. Egy diszkó kerítésén át másztam be egy kis csajjal, nem a tanítványom volt, és ahogy ráestünk a kukákra, a sötétből egyszer csak megszólalt egy fiú. Jó estét kívánok, tanár úr! Na, akkor tudtam, hogy nem sok sót fogyasztok el én ezen a pályán. Akit háromszor akartak kirúgni a gimiből, az bizony nem menjen gyerekcsősznek. Két módszer van arra, hogy eljuss az érettségiig. A mi időnkben a porosz-orosz járta. Ebben a gyerekek akaratát meg kell törni. Szép kockafejű tanulók kerültek ki az ilyen iskolákból. A másik módi, a ma is divatos, amerikai. Itt nem akarják holmi tudásanyaggal terhelni a nebuló lelkét. Az ilyen helyeken tegezik, és verik a tanárokat. A Kidsből szakdolgozó szökött irodalmár McLuhan szerint a mai iskolákban az a baj, hogy lineárisan gondolkodó emberek tanítanak a totális jelenben élő újfajta törzsi embereket, akikben és akikkel minden egyszerre történik. Mit csinál egy ilyen világ falu rossza, otthon? Hát mondjunk egy meglepőt. Tanul. Legalábbis nyitva van előtte a tankönyv. Közben szól a zene, fél szemmel a laptopra sándít, és míg rázza a lábát a ritmusra, a tollával a haját birizgálja. Aztán megszólal a mobilja, és már vége is a tanulásnak. A mindent egyszerre gyereket az iskolában, a minden tárgy különrekezben van módszere várja. Amikor Németh Lászlót Hódmezővásárhelyre száműzték, tanítani kezdett. Ő egyszerre mutatta be az éppen tanított évszázad összes tudományát és művészetét.
A gyerekek teljes körképet kaptak tőle, és közben átélték az időt minden változásával. Ehhez persze reneszánsz műveltségkel, reáliákban és humanóriákban. Na ilyen tanárból van egyre kevesebb. Ha pedig nem találkozunk még hasonló pedagógussal se, nehéz behozni életünkben azt a hátrányt, melyet a tanítatásunk során szereztünk. Senki se akar jó nevelést, csak végbizonyítványt. Ez még akkor is így van, hogyha a világot a közepes tanulók irányítják. Vizslassuk meg egy kicsit a mérettségit. A lényeg, itt minden kötelező. Magyar irodalom és nyelvtan. Írd meg a 21. század legfontosabb nagy regényét hatott feles jambusokban és magyaros felező nyolcasban egyszerre. Ha megvan, elemez grammatikailag, szemmatikailag és fordíts le a már kihalt ganaszán nyelvre. Az utóbbi persze nem számít bele a nyelvvizsgába. 15 perc. Matematika. Az alant lévő állítás igaz, a felül lévő állítás hamis. Bizonyítsd be, hogy mindkettő és egyik sem igaz. 5 perc. Miért használunk egyenleteket, ha nincs két összemérhető dolog a világon? 10 perc a WC-ben elrejtett mobil használatával. Történelem. Írd le a pápaság történetét máig, az inkák szemszögéből, különösen az inkák kihalása után. Na jó, 7 perc. Biológia. Teremts értelmes életet, ha ez már sikerült, mutasd ki, mivé fejlődött volna az ember a kominternálás és a hitleráj nélkül, de úgy, hogy ne sértsd meg az előgerinc húrosokat, vagy a jó Istent. Sok erre ez a 6 perc. Szociológia. Képez elméletet arra, miért kell bekövetkezni a világ végének, különös tekintettel arra az osztályfőnök órai témára, hogy lehet-e a fiúk és lányok közt barátság. 1 perc. Fizika. Bizonyítsd be, hogy Einstein relativitás elmélete téves egy abakusszal. Ha nem tudod, hogy mi az az abakusz, neked annyi. 2 perc. Ha ez nem menne, cáfold meg Dirac relativisztikus hullám egyenletét ököllel. 10 másodperc. Közgazdaságtan. Fejlesz ki egy épkézláb elméletet arra, mikért tudnánk egy nap alatt lenullázni a nemzeti adósságot, használd fel a kubizmus, a dadaizmus és a szürrealizmus kiáltványait, valamint egy magyar származású tőzsdecápa iszonyú uszonyát. 3 perc. Rajz. Írd le, milyen Mona Lisa mosolya. Ha nem sikerül, akvarellel festd meg, de Leonardónál azért egy kicsit jobban. 4 perc. Informatika. Készíts működő kvantum számítógépet, oldd meg vele a már folyó harmadik világháborút úgy, hogy ez egyszer a magyarok is jól jöjjenek ki belőle. 15 perc. Hittan. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Először is. Ne lopj. Olyan sokat. Ne ölj. Csak ha az egy négyzetméterre jutó szúnyogok száma több, mint 10. Ne hazudj akkorát, hogy megnyíljon alattad a föld. Fele barátod házastársát ne kívánd, mert még viszont kíván, és akkor megtudod, miért menekül tőle a társa. Mások tulajdonát, például stílus, kívánhatod, ha... De ha ellopod, kilóg a lólábad. 3 perc. Hon és népismeret.
Tudd, hogy a miénk volt minden, a kínai nagyfaltól az atlanti óceánig, a hun-avar magyar honfoglalás elméletéről saját anyanyelvén ír levélben, győzd meg a francia, a német, az orosz és a török elnököt. Utóiratban tett hozzá, hogy mindent vissza, 30 perc. Ír romológiai kistanulmányt lovári nyelven az 50 év múlva esedékes népszámlálás adatainak népességi arányairól, 100 perc. Ugye, hogy kérdezni könnyebb, mint válaszolni. Hát még felelni, érte. Hogy Ctrl-C, Ctrl-V módszerrel is írtam ezt. A házi feladatot. Emlékezünk a következő percekben, kedves vendégeink. Kocsár Miklós, Kossuth Díjas zeneszerző, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, a Nemzet Művésze cím viselője, élete 86. évében, idén augusztusban hunyt el. Életműve szorosan kötődött a magyar költészethez, előszeretettel zenésítette meg a 20. századi magyar líra legszebb darabjait. Hallgassuk most meg Radnóti Miklós Két karodban, József Attila Ringató és Ág István Jácint című verseikből készült dalait. Közreműködik Papp Viktor énekművész és Nagy Márta zongoraművész. Oh,
kulcsvirág játszint, kulcsvirág. Nevedhez élő el ne hagyj, el ne hagyj. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, Kossuth Díjas, költő, író, műfordító, a Nemzetművészet cím kitüntetettje Kalász Márton, akinek idén ünnepeljük 85. születésnapját. Életművében fontos szerepe van kettős kötődésének, a magyar és a német nyelv és kultúra egyaránt meghatározza irodalmi munkásságát, hiszen ő maga is a Baranya megyei Somberek németajkú közösségének tagjaként született és nőtt fel. Ennek jegyében munkálkodott egész életében íróként, műfordítóként és kulturális diplomataként is. A Téli bárány című több kiadást is megért nagy sikerű regénye ugyancsak a magyarországi németség sorsát örökíti meg a 20. század embert próbáló nehéz évtizedeiben. Ebből hallunk a következőkben egy részletet Újhelyi Kinga színművész tolmácsolásában. Majd Kalász Márton versek következnek, közreműködik Bálint Márta, Horányi László és Trill Zsolt. Téli bárány. Részlet. Vroni bement a kisebb faluba, hogy beszéljen Fújsz Antal Ferenccel. Már szürkült, elhaladt a volt házuk előtt, az udvaron nem mozgott senki. Disznók röfögése hallatszott hátul felől. Vroni pillanatra arra gondolt, beköszön harangozóékhoz, de sietett, letett róla. Fújsz a sötétedés ellenére még nem volt ide haza a városból. Nála nem is lehet sose tudni, panaszoltam mindjárt Fújszné, annyi a munkája, halaszthatatlan tennivalója. Fújszék konyhájában beszélgettek, a Schusterné valami erős, de kellemes illatú vacsorát főzött. Egy iromba kismacska állandóan fölugrált Vroni ölébe, harapdálta a karját, a kezét. Hát, harapós kismacskával még nem találkoztam, mondta csöndesen nevetve Vroni. Simogatta, hárítgatta a macskát, legszívesebben lekergette volna. Olyan ez akár a rossz gyerek, mondta ellágyulva Fújszné. Dűd, borít, mindent, meg lássa harap. Olyan gyűt kis macska, nem is tudjuk ki lehetett. Átvette a kis macskát Vroni öléből a magáéba, vakargatta a fejét, a macska dorombolt, sőt is harabdálta. Arról, hogy miért jött, Vroni nem beszélt. Fújszné se kérdezősködött, majd az urára tartozik, ha megjön. Inkább arról panaszkodott, hogy ezek az őszi sarak mennyire megkeserítik a hivatalos ember útjait. A motorral már csak kínlódva mostan a járás. Így mondta. De ha egyszer így hozta magával az élet, behelyezték az urát a városba a járáshoz. Ebbe a fontos beosztásba. Muszáj menni neki. Ha a párt így gondolta, mondta meg kicsit a vállát Fújszné, hogy mertük volna mondani, hogy nem? De ígértek lakást? Még ezt a telet viselje valahogy az uram, jövőre költözhetünk. Már a piros lányunk miatt is jobb lesz, hát tudja, ugye, szomszédasszony, hogy ő most kollégista a városba. A két kisebb lány odabent tanult a szobában. Jó fűtés szagárat ki az ajtón, ahogyan egyikük kiszaladt a konyhába. Hát maguk két helyen is fűtenek? Kérdezte kicsit meglepetve Vroni. Odakint fölhangzott Fújsz motorjának zaja. Jött erőlködve fölfelé a járdán.
Fuizné már nem is válaszolt Vroninak, kisietett a tornácra. Fuiz két esztendeje került át egyszer csak a nagyobb faluba, a tanácshoz, és év se telt bele, vitték tovább a városba a járáshoz. A begyűjtés egyik jövőmenője lett, járta a falvakat, már mindenki csak Fuiz elvtársnak ismerte. A begyűjtésnek egy idősebb asszony volt a vezetője, legjobban őt ismerték a falvakban. Bajzátné nagy szvetterekbe járt. A szvetter zsebébe mindig tartott egy-két marék búzát. A főnök elvtársnő déli etetéskor szerette látogatni a falvakat. Bement a kiszemelt udvarra, egyenesen az ószerint tájékozódott. Mihelyt a gazdaasszony pillanatra elfordult, beleejtette a búzát a moslékos vödörbe, s nyomban följelentést tett, hogy búzával etetik az állatokat. Na, ennek hamarosan híre ment, s az asszonyok kétségbe esetten álltak a moslékuk előtt, ha a köccös bajzáné bejött, le nem vették róla a szemüket. Legszívesebben ráültek volna a szoknyástól a vödörre. Bajzátné azonban leleményesen kivette zsebéből a marék búzát, nyitott tenyerét a malacok elé tartotta, a másik kezével meg vakargatta az oldalukat. Na, Röfikém, az ilyesmit szereted-e? Kérdezte csücsörítve, a malac meg közbe csáncsokba lehette tenyeréről a búzát. Há, nem is olyan idegen neki. Ahogy látszik, kap ez máskor is ilyet. És ugyancsak feljelentést tett. Hát Fuiz ezen nagyon röstelkedett, nem is szeretett bajzátnéval a falvakba kijárni, de a főnök elvtársnő ragaszkodott hozzá, hogy valamelyik férfi mindig ott álljon a háta mögött. A Fuiz eleinte azon is röstelkedett, hogy irodájuk nem a járási tanács épületében van. Mögötte egy kis utcába volt, közel a piachoz. Minden falusi ezen szeretett keresztül járni, és az irodában az udvaron át lehetett bejutni. Az régebben lakás volt. Egy sváb porta, nagy tornácoszlopokkal, gazdasági épületekkel. Fuiz hamar észrevette, hogy az emberek járáson csak is a begyűjtést értik. Hiába van a tanácson egyéb dolguk is, nem kell hát tartania, hogy nem nézik hivatalos embernek. A kapu előtt bajzát a főnök elvtársnő ura ácsorgott egész nap. Köbdöste a napraforgó magot, megszólította az embereket, de azelőtt piaci fuvaros volt, targoncás. Ismert minden falusit, kit névről, kit látásból. Most büszkén mutatta, hogy ő már semmit se csinál. Fuiz sokat gondolkodott azon, ha már így van mindez, de legalább ő megpróbál tisztességes hangon bánni a gazdákkal, segíteni ugyan nem tud, de talán kíméletesen söpri le a padlásukat. Az a baj, hogy túl lágy neked a szíved, elvtárs, mondta egyszer-egyszer az autóban bajzátné. Nem is tudom, megfelelő vagy-e te a posztodra. Fuiz félt volna vitába szállni bajzátnéval, aki a jól végzett munka tudatában még olyan véleményen is volt, hogy lássátok, de mindig mondom én, a begyűjtő a legjobb agitátor. De Fuiz odahaza a családjának se árult el mindebből semmit, de hát nem is kellett. Bajzátné híre mindenüvé eljutott. A falu természetesnek vette, hogy Fuiz már nem barátkozik úgy a szomszédsággal, a köszönésre épp hogy csak válaszol, amíg matat jó időben az udvaron. Igaz, vasárnap nem egyszer mennie kellett, inkább a motorja hangját hallották, és nem sokat látták. Most is elég nyúzott képpel lépett be, meglepődött Vronin, aztán ledobálta a sapkát, a viharkabátot a festett ládára, s rángatta le türelmetlenül a gumicsizmát. Vroni fölemelkedett a székről, úgy köszönt. Jó estét! Fuiz intett, üljön már vissza. Fuizné óvatosan átlendítette a melegételt a spórról a konyhaasztalra. Nem hiszem, hogy eszek,
mondta Fuisz. Pirost, tanáltad? Kérdezte az asszony. Vroni valamelyes aggódást hallott ki a hangjából. Úgy látszik, van azért itt is nehézség, gondolta. Odabent a szobában a két kisebb lány olyan halkan volt, mintha nem is lennének. Fuisz azért időnként befelé is figyelt. Majd, mondta mogorván a feleségének. És azért mégiscsak beleturkált az előtte lévő lábasba, az ételbe. Mentem látni. Mentem le látni a füvet, a szelet, a váratlan elibénk csapódó szeplőske hóesést, mentem a kertben a házból megmaradt halk kőrakást. Mentem le látni a hegyoldalt, s a földjén át gólyalábon botolgó fényt. Mentem le látni a helybeli fákat, s a ház alján sírokat. Mentem le látni az eleveneket, hozzám beszéltek. Előbb a füvek, Dunáról a szelek, a névtelen párák, majd az elevenek. Mentem le dombról a hazát belátni. S váratlan ajándék. Nagynéném kertjében fönt vadbirsbe naspaját oltani. Epitáfium. Szép magyar nyelv. Választott nyelvem, anyanyelvem, láncba törője nyelvem. Amin ettől látják, muszáj volt már holtig énekelnem. Választott nyelvem, anyanyelvem, most már holtig kitelnem. Mint fejfámon, látják, muszáj volt megvallanom e nyelven. E nyelv bűvöletében. E nyelv bűvöletében, amihez túl kék volt a szemem, túl komikus még a szóejtésem, ám nyüzsögtem, ahol ilyet is hallhattunk, né, játszik a csitkó a vízvel. Lubickoltam már, akár szérükön túl a lebontott malom vízesése alatt, mi valamennyien egyforma göncünkkel a nációnkat gyöpűn hanyagolva. Gondoltam volna Földimre, aki ekkor már néma tréfahős volt saját népében, s csúfolt tiborcként álmomban elállja lelkiismeretem. Szeme kiből villózna ki, szólva egy szóra. Én? Szilvalopni? Ki az a mondom? Aranyősz. Tej. Mosott szőlő, szilvalekvár, reggeli fény az asztalon. A szemem héja becsukódik, még félig meddig álmodom. Anyám ágyat vet, zizegéssel hullámzik keze alatt a szalmazsák, míg két kezemben csappan a jó fürt, jó falat, a zsibongó ernyett tagjaimban is érzem hullámozni át a bennem összezsúfolt étkek közt édesült harmóniát. Tej, mosott szőlő, szilvalekvár, egyé keverve már olyan, mint elbűvölő óriási zene, vagy hömpögő folyam, amely belőlem árad, és a csésze tányér mélyeiből, aztán kerengve visszatér, és ezernyi szín elém bedől, s ahány van, mindegyik szagában az ősz sereglik így elém, s fokonként lassan megszületni kezd el az újabb költemény. Arany ősz, milyen muzsikáló, különb, mint minden hajdani, csak olykor mégis, mintha újra vadlibát vélnék hallani.
Nagyon sok szeretettel köszöntjük körünkben, és egyben hívjuk is a színpadra Pécsi Györgyi József Attila díjas irodalomtörténészt, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagját. Jó estét kívánom! Jelenkori költészetünk egyik kimagasló alakja a 93. életévében járó Tornai József Kossuth díjas költő, műfordító, a Nemzetművészet cím viselője, akinek egyébként a közelmúltban jelent meg a legújabb verses kötete, Magyarul virágzó fa címmel. És igazából ennek az örvendetes hírnek kapcsán is szeretném megkérdezni Pécsi Györgyit, aki nagyon jól ismeri őt, kritikusként is nagyon jól ismeri, és akkor a kérdés szóljon úgy, hogyha a 20., a 21. századot nézzük, akkor hol helyezkedik el Tornai József lírája? Jó estét kívánok, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Hát az, hogy nagyon jól ismerem Tornai József életművét, az egy picit túlzás, ugyanis Tornainak hatalmas, gigantikus életműve van. Eddig, ha jól számolom, a 60 könyve jelent meg. Nem állítom, hogy a mai estére újraolvastam az egészet. Körülbelül 40 verses kötete, egy másfél tucat esszéje, szép prózai műve és egy ilyen fél tucatnyi fordítás műve, tehát csak nagyon vázlatosan lehet Tornairól így röviden beszélni. Ő maga úgy határozza meg magát, hogy modern vagyok és ősi. És tulajdonképpen e köré, a gondolat köré fölépíthetjük a magunk Tornai vízióját, Tornai képét, mert hogy nagyon szélsőséges tartományok között gondolkodik, ingázik az ő versvilága. Egyszerre természeti ember, egyszerre intellektuális ember, egyszerre istenkereső, istentagadó, racionális és ösztönlény. Az a fajta költő, aki nagyon kevés van ilyen manapság, aki az élet és a lét legnagyobb kérdéseit meri föltenni, és ezekre próbál meg válaszokat találni. Ő nem rendszert épít Tornai, hanem inkább horizontálisan terjeszkedik. Saját magát is cáfolja adott esetben, tehát nem olyan egyszerű, hogy kijelent valamit, majd 10 év múlva ugyanez lesz a véleménye, mert szembesít. Nagyon élő eleven, úgy néz ki körülbelül számomra Tornai költészet, mint egy megáradt folyó, amelyik nagyon intenzíven visz sodor mindent, mindig magas hőfokon ízik ez a költészet, és néhány csomósodási pontot találhatunk ebben, amit felhívnám a figyelmüket. Az egyik a hagyományhoz való viszony, a másik a szerelmi költészet, szerelemhez való viszony, szexualitáshoz való viszony, a harmadik pedig az Isten kérdés. A Tornai első kötete 59-ben jelent meg, ekkora már Juhász Ferenc Nagy László ugye robbantott a költészetben, és 32 évesen indult, egy picit lekésve. Valójában az ő nemzedéktársuk volt, de mégsem egészen. Az ő számára ez a paraszti múlt, ez a folklorizáció, amit a Nagy László is és Juhász Ferenc is a költészetébe beemelt, nem volt szerves része az életének. Ő már egy olyan világban született, vagy olyan világban nevelkedett, hogy ez a paraszti múlt, a folklor emlék volt. Majd vissza is tér rá, hogy folklorizáció az számára egy megtanult szemlélet volt, a népdalokat egészen kamaszkorában vagy felnőtt korában hallott először, hát addigra már a magyar paraszti társadalmat azért kezdték felszámolni. És Tornai is azért megérintette akkor az, hogy egy hatalmas kultúrát szántanak be, a történelmi parasztságot, és ennek a kultúrája veszik el. Amit Nagy László és Juhász Ferenc ugye értéksiratással, értéktanúsítással próbált megőrizni. Tornainak ez kevésnek bizonyult, mert ilyen nagyon izgága és nyugtalan kereső költőről van szó. A hagyományok legmélyére akart ásni. Bartók volt az eszményképe neki is, Csórinak, Juhásznak, Nagy Lászlónak, de azt tanulta meg Bartóktól Tornai, hogy bármilyen hagyományt
föl lehet használni, és föl is kell használni. És Tornai a primitív népek, vagy törzsi népek költészetéhez fordult, az ázsiai és afrikai törzsi népek költészetéhez ezeket fordította, mert szerinte a magyar paraszti kultúrában, vagy folklórból a kozmogónia, tehát a teremtés története hiányzik. Egy fantasztikusan jó fordítás kötete jelent meg, nagyon fontos, szerintem ideje lenne újra kiadni ezt a költészetet, és az volt az ő elgondolása, vagy a nemzedékének az elgondolása, hogy a népi kultúra és az úgynevezett urbánus kultúra, vagy klasszikus kultúra Csokonai után elvált, és majd ők vissza fogják forrasztani. Ez volt az elgondolása Tornai Józsefnek is, és mindenféle törzsi kultúrára jellemző verseket is írt. Ezek a nagyon egyszerűnek tűnő, sorismétlő, anaforikus versek, és ennek a legszebb darabja Veres Péter siratása, Veres Péter énekek, akiben felfedezte azt, és még Sinka István van egyébként, hogy olyan világlírát művelnek, Sinka István világlírát, Veres Péter egy másmilyen világirodalmat, ami a népi kultúrának, vagy a népi osztálynak a legtisztább kiforrása, de mivel nem elég iskolázottak, hát ez leszakadt a klasszikus vagy a városi kultúráról. De Tornai nem csak a népi kultúrát, vagy a paraszti kultúrát emelte be a lírájába, hanem ilyen széles vágó eszközzel. Tulajdonképpen a Echnaton himnusz, egyiptomi himnuszokat, költészetet, a görög mitológiát, és minden, amit csak el lehet képzelni, hihetetlen műveltséggel, nyitottsággal működött ez az ember, hogy mint a szivacs mindent beszívott, és ezt földolgozta, és megtalálta köztük az átjárásokat. Amikor itt a népi kultúrára kezdett visszatérni, hogy nem elég csak a paraszti kultúrát, hanem az egész kozmogóniát, ősi kultúrát kell beemelni a gondolkodásunkban, akkor jutott el tulajdonképpen odáig, hogy egy olyan hasadás történt az európai kultúrában is a gondolkodásban, amit valamilyen módon át kell hidalni. Egyrészt van egy nagyon érdekes költői, egy szépség, amit létrehozott az európai kultúra, egy tiszta gondolkodás, racionális világlátást. Másrészt pedig éppen Baudelaire kapcsán, de Freud kapcsán is rájöhetett volna, vagy megtalálhatta volna, hogy a rossz sokkal hatékonyabban és erőteljesebben működik a világunkban, mint a jó. Ezért lefordította mindjárt Baudelaire-t, hogyha már éppen úgy járt, és Baudelaire kapcsán pedig eljutott odáig, hogy Baudelaire a rosszal szemben a szépet állítja, nem az etikai jót, hanem a szépet, hogy izgatta, hogy az etikai rossz, ez vajon hova fog fejlődni a mi világunkban. Eljutott egyrészt odáig, hogy az Isten kérdés, a kereszténység bizonyos dolgokra, fontos kérdésekre nem ad választ, hogy lehet ezt a hasadságot, amit volt egyszer egy édeni világ, az őskorban talán, vagy az emlékezett történelem előtti időben, hogy lehet ezt áthidalni, és akkor egy nagyon furcsa, a maga korában eléggé meghökkent és provokatívnak tűnő választ adott Tornai, azt mondta, hogy a szerelemben és a szexualitásban, a testiségben vissza tudunk jutni az ősi állapothoz, ez egy verset írni, vagy szeretkezni, ugyanaz, mindegyik elragadtatottság, a létteljességét csak a szerelemben és szexualitásban élhetjük át. Alföldi Jenő szerint a versének legalább fele a szerelemmel foglalkozik, de a szerelem számára probléma és kérdés, hogy valóban át tudja-e hidalni azt a civilizációs szakadékot, amiben vagyunk, csak a testiség által, amikor föloldódik az ember a másikban. Etika fölé kerül.
Hát, ahogy eljutott a szerelem és szexualitás kérdés, ez persze az Isten kérdés is fontosnak kellett tartani Tornainak, aki ugyanúgy, mint a saját korosztály először nagyon vallásos nevelésben részesült, aztán megtagadta Istent is. Rettenetes, blaszfémikus módon elutasította, majd pedig, hát nem a kételkedő hitben, de valami fajta Isten keresésben talált válaszokat. Azt mondja, hogy az a társaság, írói társaság, szellemi társaság, amelyikhez ő is tartozott és vallotta az eszményeknek Németh Lászlótól kezdve, Ijjésen át Csóri Sándorig. Az Isten kérdést nem tekintették komoly kérdésnek, ez hidege hagyta őket. Tornai pedig rájött, hogy ha teljesen szekularizált világban élünk, akkor a szekularizáció kioltja az emberből azt a metafizikai töbletet, amitől igazából mások vagyunk, mint a természeti lények vagy a állatok. És ebben a gondolkodásban leginkább szerintem Hamvas Bélához került közel. Azt mondja, hogy ő neki nem volt Jézus élménye, de Isten élménye volt és van. A keresztény Isten kép az számára nem kielégítő, mert éppen a testiséget, a szexualitást nem építi be a vallásba, az új szövetség. Az Ószövetség meg azért nem, mert ott meg túlságosan metafizika nélküli világ van, hanem leginkább talán az Indiának nagy szelleme, én nem tudom ezt pontosan önöknek elmondani, hogy hogy van, de azt érzékelem, és érzékelhető, hogy hihetetlenül erős és intenzív keresés van, keresés az, amit a Tornai gondolatilag, intellektuálisan végigvisz, és az a jó benne, én legalábbis nekem azt tetszik nagyon, hogy ő nem ad válaszokat, csak folyamatosan kérdéseket tesz föl. Szűkítsük le a kört egy kicsit a legújabb kötetre, a Magyarul virágzó fára. Ugye azt említette, hogy 1959-ben, tehát 60 éve jelent meg az első kötete, és 60 év, 60 kötet, vagy több mint 60 kötet. Miről szól ez az új kötet, ez az új verses kötet? Egyfajta összegzése az életútjának, pályájának, vagy folytatása az eddigieknek? Hát ugye elvárjuk, vagy az a képzettünk, hogy egy 93 éves ember most már búcsúzkodik az élettől, és maga őszikéit írja, de hát ez olyan hosszú öregség adatot meg, vagy időskor adatot meg Tornainak, hogy már 30 éve írja a maga összegzéseit és búcsúit. Azt hiszem 2001-ben írt a kötetet, hogy öregség és halál, és azóta úgy visszatér. Tehát ebben az utolsó kötetében is foglalkozik a halállal. Azt hiszem, hogy valójában minden a kérdés, ami az egész költészetében jelen volt, itt ugyanúgy előfordul. Talán az egyetlen újdonság ebben a legutolsó kötetében, hogy a szerelem, a szexualitás az már inkább emlékként jelenik meg, illetve a vágyakozás, hogy régen azért minden nap tudott verset írni, most ez sem sikerül, mert néha csak álmában sikerül verset írni. Egyszerűen csodálatos, hogy ahogy viszonyul az élethez, léthez, azt mondja, hogy ha meghalunk, az is jó, mert ez a természetes része az életnek, de azért még szeretnék egy picit élni és örülni az életnek. Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük Pécsi Györgynek. Köszönjük szépen! Halkan hadd tegyem hozzá, hogy mi lenne, ha tényleg ismerné Tornai Józsefet minden tekintetben, ugye azzal kezdte, hogy alig-alig ismeri, és sokáig még szerettük volna hallgatni. Egy egészen bizonyos, hogy a Magyarul virágzó fát jó magam már csak azért is, amiket kiemelt, be fogom szerezni. Kedves közönség, hallgassuk most meg a Tornai József által szerkesztett vers összeállítást. Bálint Márta, Újhelyi Kinga, Horányi László, Szarvas József és Trill Zsolt előadásában. Most nem gondolok a halálra. Most nem gondolok a halálra, inkább az elragadtatásra. A tavasz fű irgalmára, csöndre, tested lombjait verő időre. Meszes holdig sustorgó nyárfa, csapódj rá agyag koponyámra.
hajtsd ki a nyomorék szörnyet, gyökereiddel öld meg. Ujjaddal szorítsd a számat, ne reszkessek, ne kiabáljak. Csak a fény gejzíreket lássam ránk gyűrődő éjszakánkban. Csak a szíved a gödörrel szemben lobogni mindig szelesebben. Ha pünkösdi éjt, ami rám vár, álmot a vörös ég falánál, lovakat, lovakat álmodom én. Merednek homok domb tövén, nikkel fehéren, megiramodnak, porban, sugárban forognak. Élni akarok sikoltó nyárban, most, hogy botlódva rád találtam, sosem hit remények között, nem rothadni a szemét között, összecsukódva, összemarva, dicsőségem is megtagadva, adj kenyeret, adj inni megnyíló testedből, kavicsos folyó, milyen könnyű a leheleted, léggömbként viszi a mellemet, kis asszony, virradat, ős kísértet, csak én vagyok az ellenséget, félelmeim közé lehúzlak, a föld szájához oda csaplak, szerelmem, utolsó zászlóm, lengj a rommá lőtt házon, mint kőhöz vágott cserepet, ragd össze örök létemet egyenként, a kart, a lábat, ágyékot, két izzó tüdőszárnyat, lelkemet is vakszökés közben olvaz át, vergődő tűzben, válladott fogaim jelvénye, essünk göröngyök örvényébe. Ha ez a csillag szétszakít, villogjanak a csontjaink. Ha ez az áldomás lerombol, kiszállunk mi a bronz harangból, sorsunk rejtélyes jövőnkből, piros gőzökkel előtör, húsból, vérem félhomályából, olajkút robbanás a lángol, arcot sebeit világítja, arcom melledre taszítja. Kiragadozómat leinted, torkomra fogom a körveidet, fújtsd meg, vagy szűj újjá engem, minden átokban, minden percben. Anya vagy, fészek, út, virág, ágy, vassal, bottal, kiűzött hozzád. A sötétségből visszajöttem. Erők sörénye szememben, szél ordít, recsegnek erdők, gyerek vagyok, mint minden felnőtt. Most újra levetve előtte 10 000 jégkori esztendőmet, most nem gondolok a halálra, inkább a nyakad sziklájára, hajadra, ahogy kátrány éj alól szőkén és forrón kihajol, napkorong szikkasztó csóvája, süss, tajtékozz be a szobámba, itt vagyok, sártapadt hajamban, adj rám csattogó inget, feltámadtam. Töredék. Nem tudtam, hogy a szerelem hegyes késsikoltás. Nem tudtam, hogy a szerelem a nem tudás fája. Nem tudtam, hogy aki szeret, ágyékát elárulja. Nem tudtam, hogy a vérgyönyör az öröklét ágya. Nem tudtam, hogy csókba forni, áldásba font agyrém. Nem tudtam, hogy a szerelem némulás bérence. De ki tudna lélegezni bujaság köntöse nélkül, napőrülettől vakulni éjféli fekete villámban? Légy szegénységünk! Az állatok halhatatlanok, semmit sem tudván az időről. Koponyájuk malomköve nem forog, nincs személyük, ki percet percre őről. Az emberi a dicsőség, a rontás, hogy múlik, hullik benne minden, napunk ezért koporsó szögmintás, hisz halálrózsa nő eszes kertjeinkben. Oly szomorú vagyok, ami vidám az Isten, a kozmosz törvény, az erő, a bölcsesség, hogy bármit akar, újra megteremtsen,
egybeszögelve az ember napját, estjét. Nekünk nincs módunk, hogy a semmi mögé lépjünk, mintha volna bármi, ami örökkétig való atommagban, részben. Ez a mi nagy létszegénységünk a vérrel, hússal sem törleszthető adó. Az ige. Fejem fölött a mohó felhők dél-kelet kékségébe rohannak. Dühökből tudom, hamarosan nehéz sárkány eső zuhoghat. Mégsem menekülök rögtön előlük üvegszemű szobám védelmébe. Elászhat az is, ki ilyetten óvatos, az is, kinek nevetés van kedvére. Hosszú éltem, te tanúsíthatod, hogy én mindig is ekként szoktam szembeszegülni a szuronyos bajaimmal az elfutó vagy hosszú viharokban. Pedig inkább féltem, mint úri hősként rácsaptam sorsom veszélytőire. Így lettem inkább bátor gyáva, töprenkedő, mint a háborúzás híve. Létem kész. Tájképe itt lobog, talán már túl sok verses kötetemben. De ennyit követelt újra meg újra, a sejtjeimbe beleégett lehetetlen. Míg körbefogtak a lélektani árnyak, hiszen megőrül a szerelmetes költő, kinek éjjel is égboltjára süt az ige, a múzsáknál is bujábban követelődző. Az idők kapuja. Kezdetben Isten volt az ördög nevelője. Lázadt a sátán, és Isten messze fordult tőle. Ezért testvérem ő. Ezért fogom kezét. Mire a ravasz semmi csont csipkéje kísért. Szembenünk minnyájan, és Isten velünk szenved, mert a föld és az ember virága nem szent lett. Buddha mit is mondott? Árazd részvétedet, ez az igazi ösvény tisztasághoz vezet. Szívemben a testvér Isten mindig úgy villámlik vadfényével, eljuthatok az elragadtatásig. Azt álmodtam, az ér belépett a tóba, és azt gondolta, ő tó. A tó belépett a tengerbe, és azt gondolta, ő az óceán. Az óceán belépett a világűrbe, és azt gondolta, ő a naprendszer. A naprendszer belépett a kozmoszba, és azt gondolta, ő a százezer galaktika. A költő belépett a halálba, és azt gondolta, ő a halhatatlanság. A semmi belépett a semmi elődbe, és azt gondolta, ő az Isten. Isten nagy csöndessége. Isten nagy csöndessége előtt némuljanak el minden agyvelők. Hallgatok éjben, akácvirágban. Ezért mozdultam az anyámban. Holdra nézek, jégfogú csillagokra. Többet tud nálam egy olajfa. Véletlen vagyok. Pillanatra lény. Elpattanok az éggömbfény zenén. Magamban nem találtam rendet, az se, amit a természet jelentett. Félig élve, félig halottan, jövendőmet
kiszámítottam. Anyaggá török, megdicsőülök, szétver a lét, mint recsegő tököt, üressé nyílok, nem támadok föl, nem vírasztok a játmin alatt többször. Isten közönye megingathatatlan, koponya résén belepillantottam. Ömlő, nagy csöndessége előtt némuljanak el minden agyvelők. Mit építesz a pillanatnak? A testem építem a pillanatnak, de a sejtek ugrálni kezdenek az év serpenyőjében, és sercenve, kormosan elszenesednek. Mit építesz a pillanatnak? A házam építem a pillanatnak, de a szél meg az esőlovai melső és hátsó lábuk körmével szétkapálják a falakat meg a márványteraszokat. Mit építesz a pillanatnak? A birodalmat, a legörjítőbb gyönyört építem a pillanatnak. De minden a csalódás szent csatornájába ömlik, mint a bűz és a mocsok. Mit építesz a pillanatnak? A tudomány örvényeit építem a pillanatnak, de új törvény evangéliumok harmadnapra lebontják fejem fölül a diadal templomát. Mit építesz a pillanatnak? Az egyetlen istenség bálványát építem a pillanatnak. De sokféle Isten arc lobban föl a fejemben, és látom körös körül a vörös palástot. A föld lángban áll. Mit nem építesz tehát a pillanatnak? A misztériumot nem építem a pillanatnak, hanem az elérhetetlenség opál kapuinak. Ott állnak télben, tavaszban, nyitva a kérdező szájak előtt. Mit nem építesz tehát a pillanatnak? A mindenséget szerető áhítatot nem építem a pillanatnak, hanem a fény húsvétjának, mikor elhamvadnak a csalódás denevérei, és én is ott zúgok a sugarak közt. Mit nem építesz tehát a pillanatnak? Az ige, a hang és a kép testet öltéseit nem építem a pillanatnak, hanem a tiszta alak örökségének. Az korról korra hömpölygő Amazonas, Duna és Brahmaputra. Mit nem építesz tehát a pillanatnak? A szerelem napfogyatkozását nem építem a pillanatnak, hanem a paradicsomnak, mert éjjel-nappal hallom a babér, vadalma és citrusfák susogását. Éva és Ádám bűntelenül összeérett teste fölött. Mit építesz, és nem építesz tehát a pillanatnak? Az idő megszakadás révülését építem, és nem építem a pillanatnak. Kioldhatatlan tengerek hullámzását, mozdulatlan, kék szemhéjak alatt. Szent István szarkofágja. Kővájú lett a márványcsipke tálból. Repedések közt látszik ezer év, magyarokra zúduló Európa árnya. A faragott angyalok tenyerén török patkók nyoma. Mihez kezdjek a feketére kopott márványroncsal? Miféle szemétből kaparjam ki a legendáról hiányzó födelet? Te födéltelen ország,
A mozdíthatatlan kőlapot elsodorta a szél. Éheztél, földön futottál? Kívülbelül hajléktalan ezért voltál, mióta vagy? Elsüllyedt hajó ez az üres koporsó. Félredülve, iszabba fúródva az élő nemzedékek áramlatai alatt. Hol vagy, István király? A legegyszerűbb nép arcán ragyogsz tovább. Porfelhőt kavarsz a hortobágyon, s a nehéz, sárga jegenyéken szakad szét minden aranyad. Magyarul virágzó fa. Sors istenek, ti tudjátok, hogy épített István király törzsi részekből országot, míg aztán a mongol kánok 150 évig a bégek ölték, rabolták a népet, majd nyugati szomszéd héják megtépték a maradékát. S most, 21. század, mire szánod a hazánkat? Régi erejét a szélvész megtépázta, mégis él és nő a honfoglalás óta a magyarul virágzó fa. Végül Népdal feldolgozások című művének néhány darabjával emlékezzünk az idén augusztusban élete 87. évében elhunyt Erkel Ferenc díjas zeneszerzőre és karnagyra, Daróczi Bárdos Tamásra. Kállai Katalin Furulya művész és Nagy Márta Zongora művész a következő 5 Daróczi Bárdos népdal feldolgozást adja elő. Kiskacsafürdék, Kőrösfői kertek alatt, Adjon Isten szekeret, A banyának 3 lába és A szeretik a tika medgyet. Ezt követően Daróczi Bárdos Tamás Tavaszi Körtánc című kórus művét halljuk, majd ezzel zárjuk a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának őszi gála estjét. Közreműködik a Sándorfalvi Kamarakórus Pópics Éva vezényletével. Zongorán kísér Nagy Márta. Örülünk, hogy ismét együtt lehettünk, kedves közönség, kedves vendégeink. További nagyon kellemes estét kívánunk önöknek. Thank you.
Látod minden, szöcske, cinkan, cimbalom, fényáradom, majd